Autózással folytatjuk a startot, és képzeljék el, kedves nézők, hogy világszerte egyre több elektromos autó tulajdonos látszik csalódni ebben a konstrukcióban. Készült egy nemzetközi felmérés. Németországban az elektromos autó tulajdonosok 25%-a gondolja úgy, hogy a következő autója hagyományos, tehát belső égésű motorral hajtott autó lesz. Az USA-ban ez 46%, Ausztráliában 49%. Sokak szerint nagyon drága az autó, nagyon hosszú időbe telik feltölteni, és bizonytalanok abban, hogy meddig tudnak elmenni egy ilyen autóval. Ennek kapcsán beszélgetünk Várkonyi Gábor autópiaci szakértővel. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! Ebben az adatsorban van két állam, Norvégia, ahol viszont csak 18%, Japánnál meg 13% azok aránya, akik csalódtak az elektromos autóban. Mi okozhatja ezt a nagyon nagy eltérést, szórást? Hát mind a két országra érdemes akkor külön kitérni ebben a kérdésben. Ugye Norvégiában olyan átfogó infrastruktúrális fejlesztések, általában ugye olajpénzből megoldva, biztosítják a villanyautózásnak a kényelmét, ami ugye a világ többi részére kevésbé jellemző. Tehát azt a sűrű infrastruktúrális hálót, amit ott tudnak élvezni a villanyautó tulajdonosok, azt máshol nem nagyon lehet. Egyrészt, másrészt meg olyan adózási kedvezmények vannak, hogy gyakorlatilag nem éri meg nem villanyautót venni, ami nem jelenti azt, hogy a norvégok rohantak és mindent kidobtak, ami eddig volt. A jellemző az az, hogy a meglévő autójuk mellé egy nagyon kényelmes konstrukcióban vásároltak egy villanyautót is, és nyilván azokat a távokat, amelyeket kényelmes megoldani villannyal, azt általában villannyal oldják meg. Lehet kicsit cizellálni ezt a norvég kérdést, érdemes egyébként, sok tanulmány készült pro és kontra arról, hogy ez hogyan befolyásolta az országnak a közlekedését. Japán meg azért érdekes, mert Japánban az elektromos autó penetráció az mondjuk egy európaihoz képest sehol nincsen, tehát az a pár ember idézőjelben, aki Japánban villanyautó vásárlásra adta a fejét, az nyilvánvalóan átgondolta ezt a kérdést, és ezt akarta, tehát a csalódás rátája az értelemszerűen alacsonyabb. Ahol pedig egy kicsit ez az erőltetett menet látszik, tehát a nagy ígéretek, és aztán a bizonyos értelemben kipukkanó lufik kapcsán el lehet mondani azt, hogy ott jönnek létre ezek a 40-25%, 40% vagy a fölötti csalódási ráták, ami nem jelenti azt egyébként, hogy egy kicsivel később nem lesz újra érdekes ez azoknak, akik a legelsők között vettek villanyautót, mert azért azt hozzá kell tenni, hogy egy röpke 10 év alatt eszméletlenül nagy fejlődés történt ebben a kérdésben, infrastruktúra szempontjából is, meg technológiai szempontból is. Elérhetőbbek a nagyobb akkumulátorral ellátott hétköznapi közlekedésre alkalmasabb villanyautók is, de ma sem kompromisszummentes ez a történet. Tehát 1:1 kiváltani belső égésű motoros autót, úgy, hogy az emberben nincsen tudatosság vagy előkészület arra, hogy ez megtörténjen, az biztosan csalódáshoz fog vezetni, mert erre nem alkalmas. Ennek inkább technológiai háttere van, tehát hogy egyszerűen nem tart még ott a technológia, hogy kiváltsa, vagy a szabályozási problémák vezettek ide? Én azt gondolom, hogy leginkább egyfelől az erőltetése a dolognak, tehát ugye azért Európában az a helyzet, hogy 2035-re ugye belső égésű motoros autót új autóként forgalomba helyezni a jelen jogszabályi állás szerint nem lehet majd. Tehát ez nagyon egy ilyen egyirányú útnak van beállítva a politika irányából, úgy, hogy az elmesélése mögött, tehát az, hogy mire kell felkészülni, hogyan kell erre átállni, miért kell erre átállni, és a jogos kérdések adott esetben, azok nem feltétlenül találnak megértő fülekre a villanyautósok közösségében sem, és a politika részéről sem. Nagyon sok mindenre tényleg alkalmas már ma a villanyautó. Ez nem győzöm hangsúlyozni, hogy az emberek egy jelentős részének ténylegesen tud ez egy reális alternatíva lenni, amennyiben jó módúak. Ez se egy lényegtelen kérdés, hogy azért ez egy igen, drágább ez egy kérdés, játék. Hogy miért ilyen drágák ezek az autók? Hát ugye alapvetően az akkumulátorok teszik ki a nagyobb részét egy ilyen autó költségének, és itt bár a prognózisok szerint már jelentősen alacsonyabbnak kellene lennie az akkumulátor áraknak, mint ahol valójában tartanak, és egyébként van egy túltermelési válság, pontosan azért, mert a villanyautó nem terjed el abban a sebességben, ahogy azt sokan remélték, vagy ahogyan például akkumulátor beruházások világszerte erre ráépültek, túltermelés lesz. Ez időlegesen lejjebb fogja vinni egyébként az akkumulátoroknak az árát, ugyanakkor, hogyha nem lesz jelentős technológiai váltás akkumulátor kérdésben, amire nagyon régóta várunk, de még mindig egy kicsit tolódik, nem annyira látszik az, hogy gazdasági alapon fundamentális változások lennének ebben a kérdésben. A villanyautó az tartósan és továbbra is drágább lesz, mint a belső égésű.
Ami azért kellemetlen, mert miközben drágább, aközben az értékvesztési görbéje az elég nehezen számolható. Tehát az például az Egyesült Államokban szintén látszik egy nemrégiben megjelent tanulmány alapján, hogy átlag akkumulátoros autó most kevesebbért megvásárolható használtan, mint átlag belső égési motoros autó, miközben ugye az elektromos autó evangelizációnak az egyik kulcsfontosságú pontja az az volt, hogy ahogy jön a technológiai fejlődés ebben a kérdésben, úgy fog összeomlani a belső égésűeknek a kereslete és az ára egyaránt, de közben nem ez tapasztalható a piacon, tehát a piac alapvetően beárazza azt, hogy mire alkalmas ez a dolog, és mire nem alkalmas ez a dolog. És mivel ez nagyon erősen össze van kötve az adózási kérdésekkel, meg az egyéb előnyökkel, amiket sok országban lehet élvezni villanyautózás kapcsán, ezért az a bizonytalanság is azért megjelenik valahol hátul az ember fejében, hogy mi van akkor, hogyha holnap után ezt eltörlik, vagy jelentősen változni fog. Akkor az egész matekom borul. Ugye a versenyképességi tanács minapi ülésén Nagymárton bemutatta a tagországoknak azt a 11 pontos javaslatcsomagot, amit a szektor segítése érdekében Magyarország javasol. Nyilván ebben van egy olyan szándék is, hogyha Magyarország gyakorlatilag a gazdaságát erre tette föl most a következő évtizedben az akkumulátorgyártással összefüggő tevékenységre, akkor nekünk fontos, hogy ez a tendencia valahogy lassuljon vagy megforduljon, meg amúgy nyilván Európának is fontos lenne, hogy Kína ne előzze be még jobban ebben a tekintetben. Azok a javaslatok, amiknek egy része az üzemanyagtöltő állomásokra gyors töltőket szeretné minél inkább, minél nagyobb számban megjeleníteni, a nyilvános töltőhálózat mellett a háztartási töltőállomások fejlesztésére adna sok pénzt, és emellett az engedélyeztetési eljárásokat egyszerűsíteni és az állami támogatás szabályozását enyhíteni. Ezek jó ponton fogják meg ezt a problémát? Ha egyel távolabb lépek, és utána válaszolok ezekre a kérdésekre egyenként is, de hogyha egyel távolabb lépek, akkor szerintem az alapkezdeményezés jó abban az értelemben, hogy nem lehet tagországonként eltérő stratégiával nekiállni ennek a dolognak, ha már egy gazdasági közösségről beszélünk. Tehát egy tiltáson alapuló 2035-öt belengető helyzetben nem lehet úgy tovább menni Európába, hogy mindenki a maga pecsenyéjét süti ebben a kérdésben, és az egyik így támogatja, a másik úgy korlátozza, a harmadik valami más elképzelést csinál. Tehát az alapkoncepciónak az a része, hogy egy átfogó európai támogatási rendszer, egy kiszámítható adózási rendszer, egy kiszámítható infrastruktúrális fejlesztési terv, ez mindenféleképpen kelleni fog, mert nélkül nem fog menni az, amit egyébként eredendően kitaláltak. Szerintem egyébként így sem, tehát 2035-ből biztosan ki fognak lépni, én ezt gondolom. Vagy egy pár évvel későbbre teszik, vagy egy kicsit technológia semlegesebben fogalmazzák meg a széndioxid csökkentésével kapcsolatos elképzeléseket a forgalomban. De, hogy az eredeti kérdésre visszatérjek, ezek nagyon jó pontok, csak hol a finanszírozás mögötte, hol a business case mögötte, ki fogja ezt megcsinálni. Tehát előírni azt, hogy a töltőállomásoknál legyen gyors töltő, persze, legyen, ki fogja kifizetni, és az infrastruktúra hogyan fog erre rendelkezésre állni. Tehát már most problematikus sok helyen a villamosenergia hálózat szempontjából az, hogy teljesítsük azokat az elképzeléseket, meg terveket, amiket gyors töltőhálózat kapcsán létre kellene hozni. Az nem úgy működik, hogy csak úgy fogom magam, és tetszőleges helyre lerakok egy ilyet, és végtelen mennyiségben rendelkezésre áll az energia. Ez egy költséges, hosszú tervezést igénylő dolog, ami, tehát ennek a realitása körülbelül olyan, mintha azt mondanánk, hogy tiltsuk be a szegénységet. Jól hangzik, csak nem annyira megvalósítható ebben a formában. Volna még egy másik témánk, vannak az SUV-k, ezek a városi terepjárók, amelyek egyre népszerűbbek, nem tudom, hogy körötökben mennyire az. Emilia elmosolyodott, és azt lehet olvasni, hogy ezek más kategóriákat kihalásra ítélnek. Szóval van baj ezzel a kategóriával, vagy nincs? Árnyaljuk egy picit ezt a képet, mert SUV nem egyenlő SUV-val. Tehát, hogyha csak Magyarországon nézzük az egyik legnépszerűbb és hazánkban gyártott autót, gyakorlatilag az is SUV-nak minősül, miközben azért az egy pici, könnyű, lényegében csak magasabb építésű autó, mint a többi, ez környezetvédelmi szempontból, vagy környezeti lábnyom szempontjából nem rosszabb, mint mondjuk egy azt kiváltó, kompakt autó. Az ugyanakkor egy nagyon jogos probléma, hogy az autók súlya folyamatosan növekszik. Tehát nem abba az irányba megyünk, hogy könnyebb, kisebb lábnyommal gyártható és használható autók irányába menjen el az autóipar, hanem nyilván a nagyobb marzsal gyártható, nagyobb haszonkulcssal rendelkező, nehezebb, bonyolultabb autók irányába megyünk el. Egyébként nem utolsó sorban az elektromobilitás miatt is, hiszen az ugye köztudottan egy nehezebb autótípus az akkumulátorok miatt. És az SUV trend ugye nagyon jól
leképezi azt, hogy van egy elképzelés, amiről beszélgetünk, aztán van a gyakorlat, amikor megszavazunk a pénzünkkel, és elmegyünk és SUV-t vásárlunk. Ami nem egyenlő és nem automatikus abban az értelemben, hogy ez mindenféleképpen rosszabb, mert látható, főleg ahogy egyébként idősödnek társadalmak, hogy az fontos, hogy egy kicsit magasabban tudjanak beszállni az autókba, de ez nagyon sokszor tényleg pici autót jelent. Ugyanakkor a városokban a bőven 2 tonna fölé növekedő hatalmas SUV-knak az elterjedése, az bizonyosan egy olyan dolog, ami korlátozni érdemes, vagy jobban adóztatni érdemes. Létezik olyan választás, hogy az ember szeretné az SUV-t a kényelmes utazás előnyeit, és környezetbarát módon választ, és fenntarthatóság szempontjából is jót választ? Én azt gondolom, hogy ez a választás kérdés, ez mindig annak függvényében vizsgálandó, hogy mire használjuk azt az adott autót. Tehát abban nem hiszek, hogy van ez a fűnyíró elf, hogy van egy technológia, azt ráerőltetjük mindenkire, és tök mindegy, mire használja, azt az egyet szabad csinálni. Minden ma kapható hajtásláncnak megvan a maga létjogosultsága. A dízelnek is, a plug-in hibridnek is, a sima benzinesnek is, meg az elektromosnak is. Az fogja eldönteni a nap végén, hogy ez jó, vagy nem jó, vagy kevésbé káros, inkább így fogalmazok a környezetnek, hogy azt a konkrét technológiát mire használjuk. Várkonyi Gábor, köszönjük szépen, hogy eljött. Köszönjük. Köszönöm szépen.